Nem szoktam új évkor fogadalmakat tenni, most viszont volt egy kivétel, megfogadtam, hogy az idén nem fogok egyesével válaszolni a különböző kertészeti kérdésekre, amik üzenetekben, illetve különböző Twitter posztokban jutnak el hozzám. Ehhez képest délelőtt már is azon kaptam magam, hogy egy ismerősöm kérdéseinek a különböző árnyoldalait próbáltam megvilágítani, hogy mi a gond, illetve mi a jó azzal az elképzeléssel, amit leírt. Hát nem vagyok jó ezekben, viszont mihelyt felismertem, hogy úristen mit tettem, már is megszegtem az újévi fogadalmamat, úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy egyesével válaszolgatnék gyakran ismétlődő kérdésekre, inkább ezekből olyan anyagot csinálok, amiből esetleg más is okulhat, és meg tudom világítani ezeket a kérdéseket különböző oldalról, hogy lássátok egy kicsit, hogy milyen folyamatok mennek a háttérben minek érdemes utána nézni. Kezdem egy néhány napos twitteres threaddel. Szondi kapitány rakott ki egy ilyen posztot, hogy Thingiverse-en rákerestem, milyen avokádó cuccokat lehet csinálni. Hát szerintem lesz nyomtatás, meg ipari mennyiségű guacamole készítés. Ez tök jól lehet látni, itt már csíreznek is a növénykéi. És itt van, hogy Thingiverse-en milyen avokádó mag csíráztató cuccok vannak, ami egyáltalán nem meglepő, mert Thingiverse-en minden van, vagy ahogy szokták mondani, elcsépeltem, minden is van. Ez egyébként is egy jó projekt, hogy csíráztassatok különböző növényeket, nézitek, hogy hogyan nőnek, ez érdekes lehet akár gyerekkel is, amikor meg már amúgy is ráunna az egészre, addigra ezek általában úgy is elszáradnak, megdöglenek, aztán mehetnek a komposztra. Gabesas írta erre, hogy nem akarlak elkeseríteni, de teremni ezek az otthon gyökeresztett szokódók jó eséllyel nem fognak, vagy igen, RBLC81, ez a én Twitterem. Erre akartam válaszolni egyet, de Szondi kapitány, mire ezt elolvastam, már meg is válaszolta, hogy elvileg nem, de a muskátléssel legelem. Ami nagyon helyes, a muskátlét ne legeld, viszont egy picit szeretnék árnyalni ezen a kérdésen, mert hogy miért ne teremhetne egy gyümölcsöt, egy otthon gyökeresztetett avokádó? Hát ha minden feltételnek eleget tudunk tenni, az a növénynek a dolga, hogy bemegy a maga földbe, nő egy ideig, aztán virágot hoz, jönnek a méhecskék, és kész lesz belőle az avokádó. Közben kiszaladtam egy avokádóért, mert hogy történetesen pont volt itthon. Nem, igazság szerint nem volt itthon, csak miután tegnap olvastam ezt a tweetet, ma a boltban vettem egyet, hogy csináljak guacamolét. Úgyhogy nagyon jó influencerek vagytok, mert hogy így legalább meghatároztátok, hogy mi legyen a mai vacsorám. Viszont van ezzel az egész módszerrel egy aprócska bökkentő. Ha megkérdeztek egy kertészmérnököt, hogy általában ültessetek egy gyümölcsöt magról, akkor jó eséllyel, mantraszerűen azt fogja mondani, hogy ne eszetekbe se jusson, mert hogy az a gyümölcs az már nem lesz fajta azonos. Ami azt jelenti, hogy amikor megveszitek a boltban, megtetszik a színe, a zamata, az illata, a rücskössége, és ebben a reményben elültetnétek, akkor a kertetekben növő, vagy a szobátokban növő gyümölcs az már nem pont ilyen terméseket fog hozni. Ez önmagában nem egy nagy probléma, mert ez még nem jelenti azt, hogy a tietek az majd egy kis gubics vagy ehetetlen vacak lesz, viszont nehezen tudjátok garantálni, hogy pont ugyanilyen legyen. A zöldség az egy teljesen más témakör, ott más tényezők is szerepet játszanak, erről majd egy másik videóban fogok beszélni, esetleg, hogy érdemes-e zöldségmagot gyűjteni a boltban vásárolt paprikából vagy paradicsomból, erre majd akkor visszatérünk, viszont itt azért érdemes figyelembe venni még egy dolgot. Azt, hogy a kultúr gyümölcsöket, azokat általában nagy ültetvényeken szokták termeszteni, és egy-egy ültetvényben viszonylag kevés fajtát szoktak egyszerre alkalmazni, pont azért, hogy jól tervezhetőek legyenek a különböző technológiai folyamatok. És azért a gyümölcsök embriói, tehát a magban található kis embrió is ugyanúgy jön létre, kicsit bonyolultabb úton, de ugyanúgy jön létre, mint mondjuk az állatokban vagy emberekben, tehát kell egy hímivarsejt, kell egy petesejt, bum, létrejön a megtermékenyülés, és abból ki fog majd sarjadni egy új élet. Viszont ugyanúgy, ahogy nálunk embereknél is azért a szülőkre nagyon fog hasonlítani az utód, még ha nem is lesz pont ugyanolyan, azért a gyümölcsök esetében is, hogyha egymás között történt a megporzás, azért nem kell arra számítani, hogy valami
eszméletlenül durva meglepetés lesz majd a születő új gyümölcsben. A gyümölcs mérete, formája, íze, stb. Az viszont csak egy dolog ebben az egész képletben, azt már sokkal nehezebben tudjátok majd megjósolni, hogy milyen lesz a gyümölcs fának a habitusa, a növekedési eréje és egyéb biológiai tényezői, például, hogy mennyire lesz ellenálló különböző betegségekkel szemben, szárazságot mennyire fogja tűrni, meg még egy sor ilyen tényezőt. Ha például, és most térjünk vissza egy egész ismerős gyümölcshez, mondjuk az almához, a szomszédotok kertjében van egy cuki kis almafa, aminek megtetszik a gyümölcse, elültetitek a magját, ott nem az lesz a legnagyobb probléma, hogy az a mag, az alma az nem ugyanolyan ízű zamatú lesz, mint amit a szomszédotoknál láttatok, hanem jó eséllyel az majd egy jó nagy fává fog cseperedni, ami beárnyékolja a házatokat, és nehéz lesz a tetejéről elérni a gyümölcsöket. Ezért is van az részben, hogy a kultúrnövényeket, vagy a kultúrgyümölcsöket, azokat nem magról neveljük, hanem oltványokat készítünk belőle, mert hogy ezzel tudjuk alakítani azt is, hogy mekkorára fognak nőni, milyen formájuk lesz, hogyan lehet őket metszeni, hogyan tudjuk elérni a gyümölcsöt, stb. Stb. Egy másik probléma, hogyha otthon magról szeretnétek gyümölcsfát nevelni, az az, hogy amíg az oltványt megveszitek a faiskolában, és jövőre vagy két év múlva már szüretelhettek róla, addig egy magról nevelt fa csak nagyon-nagyon későn válik ivaréretté. Az avokádó esetében ez akár 10-15 évet is eltartat, szóval egy ideig még kell majd ott az ablakpárkányon nevelgetni őket, viszont ha van türelmetek, akkor igen, lehet, hogy 10-15 év múlva akár avokádót is szüretelhettek, ha betartotok minden egyéb olyan igényt, amit az avokádó vagy bármilyen más egzotikus gyümölcs támaszt veletek szemben, pontosabban a környezetével szemben. Viszont, hogy ne ringassátok magatokat téves illúziókba, amikor neki kezdenétek valami egzotikus gyümölcsöt termeszteni, nézzük, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. Összeszedtem néhány dolgot egy jegyzetbe, szóval ameddig mindenki el szokott jutni, hogy milyen igényei vannak annak a növénynek, hogy mennyi vizet igényel, napfényt, vagy inkább árnyékosabb területet szeret, milyen talajba ültessétek, tehát hogy ez az, ami alap szokott lenni. Amit javaslok, hogy azért írjátok be a növény nevét, és utána azt, hogy plusz container, vagy in container, tehát hogy edényben hogyan lehet ezeket nevelni, hogyha a Google képkeresője nem ad ki 16 millió találatot arra, hogy valaki nevelgeti azt az adott növény cserében, akkor jó eséllyel felejtsétek el, mert valószínűleg olyan a gyökérrendszere, olyan a növénynek a habitusa, vagy bármilyen más oka van, hogy azt nem lehet cserében termelni, úgyhogy ez ott tényleg veszett fejszennye le. Szerencsére az avokádó esetében nem így van, azt lehet edényben, konténerben, dézsában, bármiben nevelgetni otthon. Amit még meg szoktak nézni, különösen azért, mert rögtön az indításnál ütközhet az ember problémába, az, hogy hogyan csírázik, milyen műveleteket érdemes elvégezni a maggal, mielőtt csíráztatni szeretnénk. Ha beírjátok a növény nevét, és azt, hogy germination a Google-be, akkor ki fog adni rengeteg dokumentumot, hiszen idáig általában a mezei felhasználók is el szoktak jutni, hogy utána néznek annak, hogy hogyan lehet csírázásra bírni egy magot. Valamit például az avokádót átmosoljátok, belelógatjátok vízbe, aztán készen van. Van, aminek szükség van hideg hatásra, tehát be kell hajítani mondjuk a hűtőszekrényben néhány hónapra, és utána érdemes elvetni. Van, aminek érdemes megkarcolgatni a felszínét. Most ebben nem tudok egyesével belemenni, mert hogy nincsen egy generál mag, amire rá lehetne húzni bármilyen példát. Viszont ha ennek utána néztek, akkor jó eséllyel ki fog csírázni a magotok. Aminek viszont senki nem szokott utána nézni, vagy nagyon-nagyon ritkán szokták ezt taglalni, általában az ember csak a kudarcáról számol be, hogy éveken keresztül ott nőtt, aztán semmi nem történt, nem hozott virágot, nem hozott gyümölcsöt, vagy hozott virágot, de ledobta. Tehát ami inkább a kudarcok forrása szokott lenni, hogy nem nézi meg az ember, hogy hol hozza az adott fa a virágokat. Nyilván magán a fán, tehát hogy ezzel nincsen kérdés, viszont nem mindegy, hogy az évi hajtáson, nem mindegy, hogy a több éves veszőkön, tehát ennek azért érdemes utána nézni, mert hogyha megfelelő metszéssel, ennek megfelelő metszéssel tudjátok gondozni ezt a fát, egyrészt lerövidíthetitek akár az ivarérési időszakot, másrészt pedig biztosabbra mehettek, hogy hoz elegendő számú virágot, amiből aztán termés fejlődhet. De itt még mindig nincsen vége a történetnek, ugyanis azt is érdemes megnézni, hogy hogyan lehet
a fát arra serkenteni, hogy virágbimbókat hozzon létre. Ez már egy kicsit neccesebb történet. Ugyanis az, hogy a fák virágozni kezdenek, azt különböző tényezők tudják befolyásolni. Van, ami leszarja, hogy milyen a környezet, egyszerűen eltelik egy bizonyos időszak, és bum, virágba borul. Vannak olyanok, amelyek mondjuk a nappal hosszúsághoz kötik, hogy mikor kezdenek el virágozni, mondjuk ahogy egyre rövidebbek lesznek a nappalok, beindul a virágrügyeknek az indukciója, és idővel majd szépen ki fog hajtani. Van, ami a hideg időszak beköszöntéhez köti, tehát egy bizonyos hideg időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy virágba boruljon majd a fa, vagy éppen egy szárazabb időszakhoz. Ami egyébként tök logikus, mert hogyha belegondoltok az ilyen ínséges időszakokban, azért a növények nem szívesen fognak virágba borulni, tehát ezért próbálnak úgy időzíteni, hogy egy hosszú, nyugalmi időszak után jöjjenek majd a virágok és a méhecskék. És ha ezzel minden rendben van, még akkor is ott van a termékenyülés biológia, mint egy másik bökkenő. Méghozzá az, hogy hogyan lehet arra rávenni ezeket a virágokat, hogy egymással megfelelően szaporodni tudjanak. Ami általános iskolás tananyag, elképzelhető, hogy az adott fa az mondjuk kétlaki, ami azt jelenti, hogy van egy fiúfa, meg van egy lányfa, és mind a kettőnek jelen kell lennie, mert különben nincsen vagy pollen, vagy pedig bibe, amik egymással találkozni tudnának, tehát a hímival sejt és a petesejt egyike hiányozni fog ebben az esetben, ami meglehetősen kellemetlen az utódlás szempontjából, bár minket most az érdekel, hogy gyümölcsöt fog-e teremni. Ami általános iskolában is el szokott hangzani, hogy vannak például kétlaki növények, ahol van egy fiúfa, meg van egy lányfa, és mind a kettőnek értelemszerűen meg kell lennie ahhoz, hogy meglegyen a gyümölcs termés. Nem mindig van így, de azért többnyire így van. Egylaki növényeknél már azért egy kicsit sanszosabb, hogy ott lesznek a hím és a női varú virágok is, arról nem is beszélve, hogy vannak olyan fák szép számmal, ahol kétivarúak a virágok, tehát egy virágon belül ott vannak a porzók, és ott vannak a bibék is, vagy a bibe is, úgyhogy elvileg nem lenne akadálya a termékenyülésnek. Ezek egyébként a Wikipédián, hogyha beírjátok az adott növénynek a nevét, majdnem mindenütt előfordulnak, mert ez egy olyan alapkarakterisztika, amiről a botanikusok beszoktak számolni. De ha megnyugodtatok volna, hogy oké, ott vannak a termők és a porzók is, tehát semmi nem mehet félre, akkor el kell, hogy keserítselek titeket, de félre mehet. Ugyanis a növények azért törekszenek arra, hogy lehetőleg ne porozzák be önmagukat, vagy ha sikerül mégis beporozni önmagukat, akkor abból ne legyen termékeny utód, vagy ebben az esetben ne legyen gyümölcs, amit mi elfogyaszthatunk. Erre nagyon sok stratégiát kidolgoztak a növények. Vannak molekuláris módszerek, vannak morfológiai módszerek, tehát olyanok, amikor egyszerűen úgy néz ki a virág, hogy mondjuk a porzó rövidebb, mint a bibeszár, tehát még véletlenül sem tud feljutni a pollen a bibének a csúcsára. De vannak például olyanok is, igen elmés megoldások, amit sajnos az avokádó is alkalmaz, hogy bár teljes virágzata van, ott van a bibe és ott vannak a porzók is, viszont többször nyílik ki a virág, és egyszer a porzók aktívak, egyszer pedig a bibe, ami meglehetősen megnehezíti azt, hogy be tudja önmagát porozni a virág, ami a mi esetünkben nem egy olyan jó hír, mint az avokádó evolúciója esetében. Ennek ellenére nem lehetetlen a feladat, át lehet porozni akár kis ecsettel is különböző virágokról egymást, viszont célszerű, hogyha ilyenkor több fát is tart az ember. Itt viszont bejön az is a képletbe, hogyha különböző genetikai hátterű fák vannak, azok nem biztos, hogy egy időben fognak virágozni, tehát innentől kezdve bonyolódik egy picit a képlet. De hogy hol érdemes ennek utána nézni, hogy mégis mi a helyzet azzal az egzotikus gyümölcsel, amit ti kinéztetek magatoknak, hát lehet mindenféle blogokat olvasgatni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, de a legbiztosabb szakmai információkat valószínűleg úgy fogjátok megtalálni, hogyha beírjátok az adott növénynek a nevét, és utána rakjátok, hogy Agricultural Extension. Ez ugyanis Ausztráliában, illetve az Egyesült Államokban, nem tudom miért Ausztráliát mondtam előre, a helyi egyetemeknek a mezőgazdasági
szolgálata, ahol a gazdákat próbálják meg a helyi termelőket ellátni különböző szakmai információkkal, amiből ti magatok is tanulhatok. És azért említettem az Egyesült Államokat és Ausztráliát, mert hogy ott azért elég széles klimatikus viszonyokat le tudnak fedni, lényegében nincs olyan egzotikus gyümölcs, vagy akár nem egzotikus gyümölcs sem, amit ne termesztenének ezekben az országokban valahol, úgyhogy jó eséllyel angol nyelven nagyon precíz leírásokat fogtok találni. Általában ezek úgy kezdődnek, hogy a növénynek az alapbiológiáját írják le, és abból rengeteg következtetés le lehet vonni, hogy érdemes-e egyáltalán elültetni egy avokádómagot annak a reményében, hogy legyen majd avokádótok, vagy sem. De ültessetek, próbálkozzatok vele, aztán 10-15 év múlva számoljatok belőle, hogy milyen az avokádótok. Hát, hogy nem kell neki 10-15 év. Na mindegy, de akkor ezt is írjátok meg. Ha van kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan, lehet, hogy csak udvariasan azt fogom rá válaszolni, hogy bocs, nincs rá időm, fel fogom dolgozni, felírom a listára, aztán majd készül belőle egy ilyen videó. Sziasztok!